Támogatunk a MyActionCam, a drift kamerák hivatalos forgalmazója, valamint a Danger Bikes. Nézz be hozzánk, veszélyes, de megéri. Média partnerünk a motorinfo.hu. A motocross rovat média partnere az mxonline.hu. A HTS KTM Magyarország legprofibb motocross csapata. Az elmúlt fél évben őket követte stábunk a magyar versenyekre. A fiúk mindent megtettek, hogy színvonalas előadást lássanak tőlük a nézők, de az égiek komoly akadályokat gördítettek eléjük a magyar bajnokság eddigi 4 állomásán. Tápióbicskén kezdődött a terror. Az eső szüntelenül esett, így csak az első futamokat tudta teljesíteni a mezőn. A HTS KTM Team Svoboda Bence révén egy második helyezéssel kezdett az MX2-es kategóriában. Német Cornelis Szőke Márk pedig egy dupla győzelemmel ajándékozta meg a csapatot az MX1-es géposztályban. Hódmezővásárhelyen a bajnokság második fordulóján az edzéseken ázott szét a pálya. A futamokra ugyan elállt az eső, a nagy sártenger azonban újra nehéz feladat elé állította a versenyzőket. Németet egyszer megtréfálta a csúszós talaj, egy ugratónál nagyot esett, ennek ellenére újra megnyert mindent MX1-ben. Meg is ütöttem egy kicsit a vállam el a könyököm, meg összeszedtem ezt a monoklit. Svoboda az ellenfelek hibáit kihasználva nyerte mindkét futamot, és a pontvadászatban is átvette a vezetést. Beálltam egy biztos tempóra, nem voltam megelégedve vele, azt hozzárakom, de úgy gondolom, hogy jó úton járok, hogy az újra visszanyerjem a saját formámat, és ott voltasom, ahol tavaly abba hagytam. Ácson, a harmadik állomáson, végre száraz pályán rajtolhatott el a mezőny. A füllet első futamokon papírforma eredmény született. Svoboda megint nyerte az MX2-t, MX1-ben pedig német szokása szerint oktatott. Az eső az MX1-es futam leintése után érkezett meg, de nagyon. A pálya használhatatlan lett, a csapat sátrakban bokáig állt a víz. A versenyigazgatóság törölte a második futamokat. Az üldözők nehéz helyzetbe kerültek ezzel. Két futammal, vagyis egy teljes fordulóval kevesebb pontszerzési lehetőségük lett így az idei bajnokságban. A Svobodát üldöző Firtosvári Gábor 11 pont lemaradásban volt a negyedik forduló előtt MX2-ben, a német Cornélt hajtó Marosi Dávid pedig 35 pont mínuszban állt az MX1-es kategória második helyén. A bajnokság negyedik fordulóját Kókán két nagyon fontos változás is befolyásolta. Megérkezett a kánikula, ami kondicionálisan még nagyobb terhet rótt a motorosokra. A másik fontos változás, hogy német Cornél egy külföldi verseny miatt nem tudott rajthoz állni, így MX1-ben nyitva állt az út az ellenfelek előtt. A HTS KTM teamben Szőke Márkra hárult a feladat, hogy német távollétében dicsőséget szerezzen a csapatnak. A tavalyi bajnok megnyerte mindkét kókai futamot, ezzel már ő vezeti az MX1-es kategória pontvadászatát. A hátralévő két állomáson már nem is muszáj nyernie ahhoz, hogy megvédje bajnoki címét. De azért nem lehet biztos a dolgában, a hibázás lehetősége mindig benne van a pakliban. A HTS KTM MX2-es bajnoka Svoboda Bence sem dőlhetett hátra a kókai fordulón. Hiába nyerte eddig majdnem az összes futamot,
legnagyobb ellenfele, Firtosvári Gábor végig nyomás alatt tartotta. A bajnokság negyedik fordulóján sem változott a koreográfia, sőt, Firtosvári még jobban megnehezítette Szovota dolgát. Éreztem magamon ma, a mai napon, hogy kicsit fáradtabb vagyok, kicsit nehezebben megy a motorozás, kifejezetten nehéz volt így a vége fele menni. Szovota újra megnyerte a csatát Firtosvárival szemben, így 17 pontos előnnyel várta a magyar bajnokság 5. állomását, a nyáregyházi verseny. A nyáregyházi forduló szenzációja az évelején súlyos lábsérülést szenvedett Déci Balázs visszatérése volt. Bár még egyáltalán nem volt 100%-os az MX2-es kategória 2009-es magyar bajnoka, a Svoboda-Firtosvári duó nem lehetett nyugodt azzal a tudattal, hogy Déci is ott van a mezőnyben. Kedden motoroztam először, akkor nem tudtam, csak állva. Tegnap kimentünk Solymára, egy közeli pálya hozzánk, ott már le tudtam ülni. Apu látta, hogy ahogy megyek, mondta, hogy jöjjünk el és próbáljuk meg, semmi tét nélkül, csak motorozzunk, jól érezzük magunkat, ameddig bírom, úgy csináljunk. Semmi olyan komoly dologban nem akarok belemenni, csak motorozni, jól érezni magamat. Aztán végül nem is Déci volt az, aki a feje tetejére állította az erőviszonyokat, hanem a meghibásodott rajtgép. Mindkét bajnoki címre esélyes versenyző benn ragadt a rajtgépben, így a mezőnytől jócskán lemaradva tudtak csak bekapcsolódni a csatába. Miközben Firtosvári és Svoboda őrült tempóban jött át a mezőnyön, addig az élen a visszatérő Déci parádézott. Nagyon meglepődtem, hogy ilyen jól elsikerült rajtom. Elmúlt 4 évben nem volt ilyen rajtom, soha. Mentem egy kört elől, azt sajnos eldültem, és onnan följöttem a 6. helyre. Igazából nagyon meg voltam elégedve az egész nappal, mert kedden motoroztam egy 2-3 kört, egy nap egy 2-5-öt, és eljöttünk egy versenyre, azt így végig csinálni egy futamot, nem tudom, én nagyon nagyot nevetet tudtam fejezni. Svoboda ezen a napon sem kegyelmezett. 3 kör sem kellett hozzá, hogy áthámozza magát a mezőnyön, pedig egy kínos fogfájás is nehezítette a dolgát. A HTS KTM kiválóságán semmi nyomát nem lehetett látni a szenvedésnek. Maga biztosan nyerte a nyáregyházi fordulót is ellenfele előtt, de a bajnoki cím sorsa még korán sem dőlt el. A fogfájásom az kiadott az egész napra, a fejem fájt egész nap. De abszolút pozitívan értékelem ezt a mai napot. A másik futamon nagyon jól startoltam, elsőnek eljöttem, beálltam egy egész jó tempóra szerintem, a köridőket megnézzük, akkor elég, tényleg egész jó. Kocsi nagyon jó formában is tartotta velem a lépést, egy olyan, nem is tudom mennyi eltett közöttünk, egy 5-6 másodperc az egész futam alatt, ez eléggé nyomasztó így motorozni az élen, de ezt is szokni kell, és nagyon örülök, hogy van egy ilyen versenyző itthon, akivel így tudok idézőjelve ugye elmondhatom, hogy edzeni. Sikerült nyernem, ennek nagyon örülök, az erőmre egy kicsit ráment ez a fogfájás, de úgy gondolom, hogy jó megoldottam ezt a mai napot újra. Hát aztán az utolsó bajnokira meg már remélem, hogy teljesen egészségesen, és kicsit jobban mondhatom, hogy kicsit még jobban felkészülve érkezem majd. A következő adásban megmutatjuk a nyáregyházi verseny legnagyobb drámáját. Rettetesen rezgett már a motor, éreztem, hogy valami baj van. És végre arra is fényderül, hogy ki nyeri meg a 2013-as bajnoki címeket. Ne hagyjátok ki a februári Go Bike magazin sem. Támogatunk a MyAction Cam, a drift kamerák hivatalos forgalmazója. Valamint a Danger Bikes. Nézd be hozzánk! Veszélyes, de megéri. Médiapartnerünk a motorinfo.hu.